az meg tele van meleggel, mint a nyár. Az Erdős László Kórház galériában még a hónap végéig láthatók Szabó László természetképei. Az alkotó nyugdíjas korában, hosszú kihagyás után nyúlt újra az ecsethez. A festészet számára a megnyugvást jelenti, reméli, hogy ebből az érzésből az osztályra érkezők számára is át tud adni valamennyit. Mindig az egy más helyszín, más légkör, és olyan környezet, ahol az ember egészen másképpen gondolkodik. Hát bízva azzal van persze, hogy ez hasznára válhat a betegeknek, hiszen az egész galéria ezért született, ez az ötlet, Lengyák tanár úrtól, hogy egy kicsit megvigasztalja, feldobja a betegeket ebben a kórházi légkörben. Ránézek erre az őszi képre, és azt mondom, hogy nem gics, pedig ilyen képet aztán millió számra szoktak festeni, hogy az erdő, meg az erdei patak, meg a sziklák benne. És mitől lesz egyébként általában gincses? Mert most itt mondtad ezt. Maga, amikor olyan rikító dolgokat, vagy olyan megoldásokat tesz bele, amivel a kép maga magát kínálja. Nem azért, mert szép, hanem ez, hogy hű, de megfogta az a szememet, az a baj. A kép fogja meg a szememet, nem a képnek egy része. A kép akkor fogja meg a szememet, ha van egy frekventált rész, de a kép minden sugarával arra összpontosít rá. Ilyenekről is beszélgettünk, amikor nyitváltuk a képeit. A kiállításon elsősorban táj- és életképek láthatók. Ezek összeválogatásában és elrendezésében nem csak Lengyák István tanácsaira, hanem az osztályon dolgozó nővérek véleményére is számíthatott az alkotó. Az embernek valóban a legtöbb kép, nem mindegyik, de a legtöbb kép a szívecsücske, hogy melyikre kellene felhívni a látogatók és a betegek figyelmét. Talán az ilyen, mint az esős, de mégis színes képekre, és hát talán az erdők színeire, az ősz színeire, amik biztos, hogy megnyugtatóak lehetnek. Én nem csak az elméletben, a gyakorlatban is hiszek, hogy a természet gyógyít és megnyugtat, és talán ha egy kép vissza tud adni abból a valóságból valamit, az már fél siker. Az ember lát egy képet, vagy interneten, vagy egy fotót, akkor nem mindig azt egy az egybe festi meg, hanem éppen a fény, az évszaknak, a környezetnek való hatását próbálja hozzáadni, aztán vagy sikerül, vagy nem. Vannak itt ugye más jelenetek is, amik városi életképeket örökítenek, meg csak egy-egy elmosódott alak, arcokat nem látunk, ennek mi lehet az oka? Ez egy folyamat, amikor az ember elkezd festeni, és hozzáértők kezei közé kerül, akkor mondják, hogy el kell lazulni. A pontos kép visszaadás, a fotózás feladata. Egy festménynek sejtetni kell, és benyomásokat kell kelteni. Hát talán ezt próbálom én is. Szabó László nyugdíjasként is fontosnak tartja az önképzést. Több kurzuson is részt vett, és a Belső Világunk festőközösség tagjaként is folyamatosan új benyomások érik. A csoport hatására kezdte el például az absztrakt világa foglalkoztatni. Születtek absztrakt képek, azóta is igen, ide nem hoztunk, talán ez ide annyira nem illene, de születtek képek, és érdekes. Amikor az ember elkezdi csinálni, a maklári festőművésztől hallottam, éppen Kenli Majorba, amikor annak idején megkérdeztem, mikor indult egy absztrakt kép festésével, hogy
hogy születik egy ilyen kép, megtervezi, vagy. És akkor azt mondta, hogy ez olyan, mint a zene, improvizáció. És ezt én is vissza tudom igazolni, hogy az egy improvizáció.